2022. májusában összesen 196 anyagot készítettünk, ebből 117 volt a híradó. Ezekből válogattunk most a visszatekintéshez. Május 1-én zenés ébresztőt tartottak a fúvósok, május 2-ától pedig együtt izgultunk az érettségizőkkel. A mezős Bonta Áron hetedik lett egy országos szakmai versenyen, s Lázár Ervin kiállítás nyílt a könyvtárban. Szent Flórián napján koszorúztak a tűzoltók, s két év kihagyás után az MH Pápa bázis repülőtér is megtartotta az iskolások számára szervezett nyílt napját. Közel 1001 nyári virágot ültettek el a Városgondnokság munkatársai, s teszett személygyűjtési akciót szerveztek a volt Kilián lakótelepen, néhány nappal később pedig a Bakonyér partján. Jó hír volt, hogy élénkül az idegenforgalom a városban, a Bakonyerdő ZRT pedig házi versenyt tartott az erdész technikusok számára. Édes sétát szervezett a Jókaimor városi könyvtár a pápai cukrászdák nyomát kutatva, az Erkelben pedig Vámos Robi tartott rendhagyó rajzórát. Hosszú idő után ismét verseny volt a Bartókban. A zongora, az ütő és a cselló tanszak növendékei mérették meg magukat. A Madarak és Fák napja alkalmából az erkelesek csatlakoztak az Országos Erdei Dalos programhoz. A mezősök fát ültettek és vetélkedőn vettek részt, a petőfisek pedig egy érdekes előadást hallgathattak meg a madarakról. Útjavítás volt az elkerülőn, s rendőrségi akció a közlekedési kultúra napján. Kettős jubileumot tartottak a nagy templomban, a petőfisek pedig angol nyelven oldottak meg nemzetközi problémákat. Galambriasztó rendszert telepítettek a Kossuth utcára, s palánta vását hirdetett a mező. A Pegazusban a terülterű asztalkán volt az évadzáró előadás, Nyári Krisztián a városi könyvtárban találkozott olvasóival, és a Duna TV stábja is forgatott városunkban. Ünnepélyes keretek között nyitották meg május 13-án a 25. pápai expót és agrárpikniket, melynek ezúttal is része volt a vadásznap. A Munkácsiban nyílt kiállítás a rendőrségi rajzpályázatra érkezett alkotásokból, és fát ültetett a Petőfi Gimnázium 9. C osztálya. Nyílt napot tartottak a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában, melynek zárásaként filmzenei koncerttel kedveskedtek az érdeklődőknek. Május közepén avatták fel a közel 100 millió forintos beruházással megépült külső várkerti új szabadidőpark játszóterét és motorikus parkját, melyhez kapcsolódóan családi és sportnapot is szerveztek. Kertészkedtek a Vajda és volt Kilián lakótelep lakói, amihez a JMK, mint vízbe dobott kavics projektje nyújtott segítséget, és bemutattuk a Pápai Vízmű ZRT új fűnyíró traktorát. Az alsóvárosi temetőben emlékkövet avattak a Covid áldozatok tiszteletére. A Lélekbulvár májusi vendége Csiszár Gyula volt. Május 21-e a Magyar Honvédelem napja. Ez alkalomból koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Honvéd Bajtársi Klub. 21 néptánc együttes közel 800 táncosa robta Pápán a 20. országos ifjúsági néptánc találkozón, melyre hazai és határon túli csoportok is érkeztek. Ezen a hétvégén volt a háromnapos pápai kutya kiállítás is. Egy pumi lett a 2022-es pápai CACIB nemzetközi kutya kiállítás szuprém győztese, azaz legszebb kutyája. A zsidó egyesület tagjai lefestették a zsinagóga padjait, néhány nap múlva pedig arról számoltunk be, hogy elkezdődött a hazai zsinagógák háromdimenziós fotózása. A pápai zsinagógában készült anyag is látható a Mazsihisz oldalán, virtuálisan is bejárható az épület. Pünkösdváró kórus találkozót szerveztek a református templomban, és ott voltunk Megyeri Judit új könyvének bemutatóján is. A szakmai vizsgákra is ellátogattunk kameráinkkal, a közgázban az irodai titkárokat, a mezőben a gépészeket, az acsádiban a hegesztőket és burkolókat filmeztük feladatmegoldás közben. Az óvodák mesés projektheteket szerveztek, ahol minden foglalkozás középpontjában a mesehősök álltak. Május végén már festették a várkerti parkolót a szakemberek, és jól érezték magukat a nyugdíjasok a Malomtónál szervezett majálison.
A Szivárványhoviban látványos és vidám gyereknapot tartottak, a külső várkerti játszótér és szabadidőparkban, a gyereknapon rendezvények, játékok, műsorok és sportbemutatók várták a résztvevőket.